2000-ben érkezett Győrbe, az MAN, akkor alapították a Győri Nemzetközi Ipari Parkban a győri kirendeltséget. A cég 20. születésnapja alkalmából üzleti partnereit látta vendégül. A 2 évtized alatt folyamatos a fejlődés, ami a vállalkozásra és a járművekre egyaránt jellemző. Nagyon sokat fejlődtünk, több új kollégával bővült, meg háromszorozódott a csapatunk, lehet elmondani ez alatt az idő alatt. Nagyon sok minden történt, új modellek jöttek, a legkisebb jármű kategóriában, a haszongép, kis haszonjármű kategóriában is már résztvevői vagyunk a piacnak, autóbusz szegmensben is rengeteget változtunk, de azt hiszem tovább is az életünkben a számottevőek a nyerges vontatók, tehergépjárművek. A győri kirendeltség feladata nem csak az értékesítés. Egyre nagyobb hangsúlyt kap a cég életében a tehergépkocsik, kamionok, buszok és egyéb járművek javítása, karbantartása. Járműveket értékesítünk nyilván az ügyfeleink részére, és ezeket a járműveket karbantartjuk, szervizeljük, javítjuk, bármilyen feladat adódik. A legegyszerűbbtől, például egy olajcserétől, akár egy komolyabb karambolos javításig műszakvizsgáztatásokat végzünk, a szakmában lévők tudják, tahográfokkal foglalkozunk, hogy ez mit jelent. Tehát alapjában véve egy komplex szolgáltatást nyújtunk, ez a komplexitás nem csak a teherautóra vonatkozik, hanem a teherautóhoz kapcsolódó olyan szerelvény részek, mint a pótkocsik javításával is foglalkozunk. Tehát valaki, aki egy komplex szerelvénnyel jön be hozzánk, még ha a pótkocsi rész nem is a mi márkánkhoz tartozik, abban is szeretnénk az ügyfeleinknek segíteni, szolgáltatást biztosítani. Így néz ki a márka legújabb zászlós hajója. Az új kamionmodell bemutatóját kifejezetten a jubileumra időzítették. Nehéz lenne felsorolni azt a sok-sok technikai újítást, amit az MAN mérnökei beépítettek ebbe a járműbe. A résztvevők többféle pályán próbálhatták ki a kamiont. Ketté választanám, egyrészt külső-belső felszereltség, illetve a motorok tekintetében is mi változott. Akkoriban még 20 évvel ezelőtt az Euro 3-as vagy még kisebb normák voltak, ma már az Euro 6, illetve annak a különböző változatai vannak, úgynevezett kipufogó gáz emisszió normákban. Különböző lóerőtípusok vannak, különböző nyomatéktípusok vannak. Ennek nagyon széles a palettája, úgyhogy ebben nem mennék annyira bele. Fő dolog lett a hatékonysága a járműnek, hogy mennyire hatékonyan tudnak vele dolgozni, illetve a mostani modellnél kifejezetten hangsúlyos szerepet kapott a járművezetőknek a kényelme, a járművezetők munkakörülményének javítása, és ilyen szempontból belsőleg is rengeteg átalakítás, új dolog jött a járműnél. Nagyon sokban ezek a járművek már szinte személyautó kényelmet és komfortot nyújtanak, mind vezetéstechnikában is, sőt vannak olyan rendszerek benne, például egy domborzat követő GPS, ami személyautóban még nincs is, de ezekben a járművekben már szériában esetleg benne van. A győri kirendeltség vezetője bízik a jó fogadtatásban, eddig pozitívak a visszajelzések. A magyar piacon most ősszel jelenik meg az új modell, amelynek világpremiérje tavasszal volt Spanyolországban.